Üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy újabb heti gameplay sorzatunk. Ezen a héten is megfogadtuk egy javaslatotokat, amit egyébként nagyon-nagyon sokan tettetek fel, és a Spec Ops The Line nevű játéka fogunk játszani. Na most ezt azért javasoltatok nekem egyrészt, mert történeti szempontból olyan szinten metának apostrofálta egyik másik ember, hogy azt mondták, hogy ismét csak a művészet, játék és művészet kapcsolata szempontjából egy érdekes téma lehet. Másrészt pedig tudjátok, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem az FPS, az ilyesfajta militáris FPS-eket, és ezért mondtátok, hogy ezzel azért mindenképp érdemes játszanom, úgyhogy direkt nem is néztem nagyon utána, csak kicsit, de minden esetre első élményként akkor kezdjünk bele a Spec Ops-ba, és kijött a Call of Duty Ghost-nak a DLC, és rohadtul nem fogjuk megvenni. Nem. Combat Op. Mehetünk. Ez vajon direkt volt ilyen csúnya? Gyertek le! De kire lövünk egyáltalán? Az meghalt. De most... Kire lövünk? Oké, mindegy. Vagyunk valakik és lövünk valakire, aki halottan akar látni minket. Na, nyugi srácok. Nyugi srácok! Ha most előbb bújna egy Transformer, én nem csodálkoznék. Ez egy tartalmas első menet volt. Sok mindent tudtunk meg, sok mindent éreztünk át, egy kicsit nőttünk is a játék, meg én. Nagyon jó. Ismerjük a kontrollt. Szóval itt vagyunk Dubájban, ami ilyen Sodoma Gomora módon agyon lett sújtva az isteni erők homokban való megnyilvánulása által. Mi pedig bejöttünk azért, hogy kihozzunk egy legendás katonát a mélyből. Dűne és apokalipszis most találkozása. Vagy nem? Nagyon tetszik az alapképe ennek az egésznek. Persze grafikailag egyébként már most látni, hogy azért nem tökéletesen polírozott a játék, de... Hát, ez egyszerűen csak ez az alapfelállás nekem. Nagyon tetszik. Annyira imádom, hogy megpróbálják megoldani ezt a nevedésre, hogy ott vége van a pályának. Hups! Egész véletlenül egy tökéletesen és körültekintően eltorlaszolt autóút itt, meg ennek az egésznek a túloldán. Let's go! Nem azért jöttünk, hogy ne szórakozzunk! Azt azért annyira bírom, hogy ez ilyen aprócska katonai küldetéseket, mint egy háborús hős kimentését egy roncsvárosból, azt három darab emberre bízzák. Jó, gondolom három rohadt jó fej emberre, akik áti profik és rossz szempontjából kellemesen megosztottak, de akkor is, szóval ez teljesen röhely. Rohadt jók ezek a párbeszédek. És tehát természetesen Walkernek hívnak. Esetleg Chris Walker, vagy John Walker. Body looks fresh. So fresh and so tasty. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Ghost! Vigyázzatok, mert akkor valószínűleg lesz egy kutya is a közelben. Há, jó napot kívánok, uraim. Hallottak-e már Jézusról? Hát te ott mit csinálsz ott? Gyere le onnan! Istenem, de rohadt ne... Nagyon rossz az irányítás. Nézzük meg az opciókat, controller, nagyon jó. Sensitivity. Na, ez így már jobb lesz. Jaj, fogd be a szádat! Hát, ez aztán tökéletes katonai tréning, barátom. Nem? Nagyon sokan vagytok barátaim. Ez egyébként egy ilyen bevett szokás, hogy az emberek úgy lőnek, hogy esélyük nincsen eltalálni bárkit is, vagy minimális szinten célozni. De mi ez a hátrafelé lövöldözés? Én többet várok sivatagi menekültektől. Jaj, te meg onnan gyerek, ki onnan? Köszönöm. Ez valahogy, ha találkozol Amerikával. Szájon át lélegeztetjük be beléd a szabadságot. De most ez a világbarhasága. Most miért kell külön becéloznom, hogy megtámadja őt egy ilyen külön, fura vörös háromszöggel. Puff! Ez hogy csináltad, Lugo? Én itt maradok, te csak robbants fel mindent egyetlen egy golyóval, légy szíves. Jó, kösz! Sniper SMG! Mi van az ajtóval?
Nagyon jó, én akkor visszamegyek. Aha. Ow! Thought we were rescuing people. Hát igen! Ez eddig fantasztikus eredmény. Az a baj, tudod? Az a baj, tudod, hogy nincsen fegyverem, tudod? Tudom mit? Intézzétek el! Na, működik vagy nem? Nem, hát nyilván de. Király! Az mehet. Lelőtted? Nagyon jó. Akkor következik. Asszat. Ez egy igazi vezető egyébként, szóval nem is kell igazából semmit csinálnia, csak ott kell lennie. És háromszögekkel kell játszadoznia. Jó van, hát akkor mentsük meg. Ezek szerint mégis vannak emberek itt, rajtunk kívül is. Úgyhogy mi most jól silencert teszünk egy 9 mm-es mikro SMG-re, és letámadjuk őket a francba. Figyelj! Bocs, figyelj! Mondtam, hogy figyelj. Figyelj, akkor figyelj! Gyertek srácok, én tudom, mit csinálok. Nálam van egy vörös kereszt, nem? Háromsz, nem! Én ezt nem akarom csinálni. Egyelőre ez az utasításos mechanika, ez kifejezetten jól működik, ahogy láthatjátok. Most is kilőnek valakit nagyon távolról, nyilván ez akkor működik jó, hogyha nekem nincs sniper puskám, tehát mondjuk a shotgunnal kapcsolatban, nem tudom, a másik karakternek ugye shotgunja van, nem tudom, hogy azzal kapcsolatban mennyire lesz ez hasznos. Az viszont tény, hogy mindenképp szükség van rá, amire nem számítottam, mert ez nem annyira real shooteres, mint egy Call of Duty. Tehát itt azért kőkeményen ki kell gondolnunk a következő döntésünket, és nem kell feltétlenül lelőni a csapattársainkat. Van ott valaki? Van egy veres háromszögem. Na. Hú, srácok. De nem kellett volna az atomot rádobni, csak kérd meg, hogy hagyja abba, Jézusom. Jó van, hát ez kellően nyomasztó egyelőre, amikor rockzene is ilyen rájátszós díj. Hopp. Mondjuk. A zenei aláfestés egyébként kifejezetten adom olyan, ez a szomorú rock balada, vagy hát nem is tudom, nem balada, de mindenképpen olyan vészjósló rock riffek kifejezetten illenek a hangulathoz. És van breach is, hát ez fantasztikus. Hát de nem kicsit. Lugo marked the bodies on tag. Az egy nagyon érdekes pont, egy ugyanilyen képsort követhetünk végig az egyik Call of Duty gameplayben is, és ez sokkal hatásosabb volt, de hogy miért, azt nem tudom, valószínűleg talán azért, mert olyan kicsit olyan visszafogott volt. Tehát nem az, hogy valaki a karjába fogta a halódni készülő csapatársát, és ne, rohadjatok meg, mindenkit megalak, hanem csak egy ilyen ismeretlen ember utolsó nyögéseit hallottunk. Az egész nagyon finom volt és visszafogott, és egy nagyon-nagyon hatásos jelenet, kétségtelenül. Chapter 2 a dűne. Köszönöm. Na, azt hiszem, hogy itt abban is hagynám az első gameplayt, mindenképpen nagyon-nagyon várom, hogy holnap folytassam. Egyelőre nagyon érdekes a játék maga, és úgy tapasztalom, hogy karakterépítés terén is már ilyen rövid idő alatt nagyon sok dolgot közvetített felénk, és hát ez egy kifejezetten jó teljesítmény. Láthatólag egyébként a gameplay annyira nem innovatív, ez az utasítgatós díj valamikor működik, valamikor rohadtul nem, de úgy általában ez valószínűleg egyelőre így nézem, és igazából ti is úgy sugalltátok nekem, történet alapú lesz. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi jön ki ebből. Holnap folytatjuk.